Miután Szabó Tibor megbízott vezetőedzői státusza a bajnokság végeztével lejárt, június 1-től Szabó István vette át a KTE Hubbau MB2-es csapatának irányítását. Az új trénert nem nagyon kell bemutatni a kecskeméti drukkereknek, hiszen ezer szállal kötődik a klubhoz. Szakmai útjáról és eddigi tapasztalatairól Szabó István vezetőedzővel beszélgetünk. Jó estét kívánok! Jó napot kívánok! Köszönjük szépen, hogy elfogadta a Kecskeméti Televízió meghívását. Nagyon szívesen jöttem. És gratulálunk a kinevezéshez. Köszönöm szépen. Június 1-től lett kinevezve, ugye vezetőedzőnek, de hát ezer szállal kötődik Kecskeméthez. Melyek ezek a szálak? Nagyon régre kell visszatekintenem. Ugye 12 éves voltam, amikor a KTE Serdülő csapatába elkezdtem futballozni, és hát végighaladva a Szamár létrát játszottam a felnőtt csapatba, majd másfele vitt az élet futballberkeink belül, és edzőként tértem vissza most már ugye több mint 20 éve. Elsőnek utánpótlás edzőként dolgoztam 10 évig, majd 2008-tól a felnőtt csapatnál, elsőnek MB3-ba, majd Tomislav Szivics mellett a MB1-es csapatnál, majd vezetőedzőként újra az MB1-es csapatnál. Ez volt nagyon röviden ez az időszak, amikor, de ez most már azért több mint 40 év távlata. Örömmel fogadta a Kecskeméti Klub meghívását. Igen, nagyon nagy büszkeséget tölt el, hogy szeretett csapatomnál tudok vezetőedző lenni. Nem is sokat kellett igazából beszélgetni erről az ügyről. Szívesen jöttem, vártam is erre a kihívásra titkon. Így beteljesült egy álmom, hogy vezetőedző tudok lenni KTE csapatánál. Az elmúlt években sok vidéki klubban dolgozott, sikert sikerre halmozott. Ezek közül melyekre a legbüszkébb? Köszönöm szépen ezt a kérdést. Egy kicsit kellemetlen is esetleg dicsérni a csapat és a saját munkámat. Amire talán egyet kiemelnék, a több siker mellett nem szeretném megbántani egy várossal, ahol dolgoztam, de mondhatom, hogy Félegyházán, Dabason is nagyon sikeresen tudtunk dolgozni a kollégáimmal együtt és a csapattal. Ezek közül talán Tiszakécskére vagyok a legbüszkébb, ha ki lehet emelni egy eredményt, mert ott MB3-ba vettem át a csapatot, és rögtön MB2-be tudtuk följutatni közösen természetesen a szakmai stábbal és a tulajdonos úrral. Nagyon jó csapatszellem alakult ki. A Sós pikantérje, ugye ebbe az évbe följutott újra a Tiszakécske, és majd játszunk is egymás ellen, de arra az időszakra nagyon büszke vagyok. Hogyha visszatérünk egy kicsit megint a KTE Hubbau MB2-es foci csapathoz, milyen most a klub összetétele, milyenek voltak az igazolások, hány játékos jött, mennyire stabil a gárda a következő szezont, ha megfigyeljük? Nagyon sok játékos távozott a klubtól, és nagyon sok játékos érkezett értelemszerűen. Tulajdonképpen tavalyi keretből 7 játékos tudott maradni, és 13 új igazolásunk jött különböző városokból. Bízunk benne, hogy megfelelnek a követelményeknek, az eddigi eredményeink azt mutatják, illetve az elvégzett munka. Nehéz ilyen rövid idő alatt összegyűrni egy csapatot, ennyi játékost, de bízunk benne, hogy sikeresek leszünk. Most voltak edzőtáborban Szlovéniában, és ott is nagyon biztató meccsekkel zárták ezt a tábort, hiszen legutoljára 3-0-ás meccset zártak. Milyen érzés volt így hazajönni? Tulajdonképpen az edzőmeccsek azok most eszközök a mi edzéstárunkba. Negyedik hete dolgozunk együtt a fiúkkal, június 17-én kezdtük a közös munkát. Hát mai nap már túl vagyunk több mint 30 edzésen. Az edzőtábor tulajdonképpen több célt szolgált. Az egyik az, hogy nyilván a csapat összetartás, látjuk a játékosokat együtt, hogyan viselkednek, az mellett ugye az étkezés, folyadékpótlás, napi 2 edzés mellett azért így sokkal jobban megvalósítható. Ezen mellett természetesen fontosak voltak az edzőmérkőzések is. 2 szlovén másodosztály csapat ellen játszottunk, szerdán tudtunk nyerni 6-3-ra. Itt is a játékterhelés volt tulajdonképpen lényeg, hogy mindenki 45 perces terhelést kapjon. Szombaton egy nagyon komoly szlovén csapattal játszottunk, ott sikerült 3-0-ra nyerni, ott már 60 perces terhelések voltak a játékosnak, úgyhogy tulajdonképpen itt a terhelés arány volt számunkra lényeges. Az mellett persze fontos az eredmény is, jobb hangulatban van a csapat, hogyha tud nyerni, de ebben az időszakban azért nem az eredmény a legfontosabb.
De az, hogy nem kaptunk gólt, azért az mindenképpen érdemesre méltó. Megkezdték a felkészülést is az NB2-es bajnokságra. Mely csapatokkal játszottak már eddig, és milyen eredménnyel? Ahogy mondtam is, ezelőtt héten ugye két mérkőzésünk volt, de összességében az elejétől kezdeném, hogy 4 mérkőzés volt. A Ferencváros második csapatával játszottunk, kiegészülve az első csapat keretével. Ugye itt Szlovéniában volt 2 edzőmérkőzésünk, és tegnapi nap játszottunk, Békés Csabán voltunk, az egy NB2-es klub, ugyanaz azt az osztályban játszik, ahol mi fogunk. És az első mérkőzésen nagy arányú győzelmünk volt, a Fradi ellen 4-1-es győzelmünk. Két mérkőzésre már említettem, tegnap pedig 1-1-es döntetlent játszottunk Békés Csabán. Ez a 4 hét mire volt még elég, hogy mennyire tudta megismerni a csapat eddigi munkáját? Mik az erősségek? És mi az, amiben egy kicsit fejlődni kell még? A elejétől kell kezdenem. A legfontosabb feladat volt egy van állapot fölmérve és a csapat részéről. Szerettük volna a játékosokat látni elsősorban fizikális szempontból. Később jött hozzá technika és a taktikai ismeretek. Most már talán elmondhatjuk azt, hogy a mérések, ugye Polar Systemmel dolgozunk, hogy a játékosok egységes szintre emelése fizikális szempontból, ez most megtörtént. Nem könnyű 4 hét alatt azért 20 játékost egybe gyúrni, főleg, hogy ahogy mondtam is, 13 új játékos érkezett. Ez mind fizikális, technikai, taktikai, esetleg mentális szempontból, bár ebben nincs probléma a csapatunknál. Több tényező játszik közre, és ez időigényes. Még folyik ez a folyamat, de szerintem jó úton járunk. Milyen eredményt vár jövő évadban a fiúktól? Szerintem korai ez a kérdés még. Szeretnénk látni helyesen az erőviszonyokat. Magyarországon, ahogy említettem is, a Békés Csabával játszottunk, amelyik egy komoly NB2-es klub, és tegnap jó eredmény sikerült elérnünk. Budaörssel is szerettünk volna edzőmérkőzést játszani, de mivel ővelük játszik az első mérkőzést, így mind a két csapat jobbnak látta, hogyha nem találkozunk ugye 2 héttel a bajnoki előtt. Most szombaton játszottunk van egyébként a Budaörssel. Következő héten játszunk még vasárnap a Szegeddel, aki ugyanebben az osztályban játszik. Talán azután már mondhatjuk az elvárásainkat, illetve azt, hogy mit szeretnénk a csapattól látni. Jelenleg inkább azt mondanám, hogy nagyon biztató jeleket tapasztalunk a csapattól. És hogyha itt személyesen önt kérdezem, mint vezetőedzőt, milyen célkitűzése van? Én örök optimista vagyok, ahogy említettem is, vidéken, amikor dolgoztam több csapatomnál, mindig optimistán álltam a feladatok elé, most is ezt teszem, és bízom, hogy a kitűzött célt el tudjuk érni, illetve át is tudjuk ugrani azt a magasságot. És lát-e arra esélyt, hogy valamikor, ha még nem is a jövő szezonban, de valamikor később vissza tudunk térni az NB1-be? Nagyon bízom benne, és látok rá esélyt, látom a klubfelépítést, látom a törekvéseket, komoly klub lesz pár éven belül a KTE. Hát akkor legyen ez a zárszó. Nagyon köszönöm, hogy itt volt velünk, és sok sikert kívánok a csapathoz. Köszönöm szépen a meghívást. Az.